Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és ez a Let's 188. része lesz. A mai rész előre láthatóan szerintem kicsit rövidebb lesz, méghozzá azért, mert most kicsit ö, kevesebb az idő. Viszont én úgy terveztem, hogy lehet, hogy mondjuk lesznek olyan részek, amikor mondjuk nem nagyon lenne olyan annyira időm befejezni. Emiatt ezek a részek egyszerűen csak rövidebbek lesznek is. És akkor ugyanúgy lesz rész az nap, szóval nem maradtok ö, ö, epizódok nélkül. Ebből a szempontból szerintem így, így, így aránylag így marad így a sorozat, így folyamatosan kerülnek majd fel a részek, és akkor így, így, értek. Szerintem ez így jobb, de írjátok le ezzel kapcsolatban a véleményeteket a komment szekcióban nyugodtan. Mivel el szoktam olvasni, attól még nem válaszolok rájuk, attól még elolvasom. Amúgy belejöttem ide, hogy megnézem, hogy mennyit termelt ez a nyers húsfarm. Hát nem sokat, viszont igazából nem baj, mert úgy sem nagyon használom, szóval... Hát így igazából a szempontból mindegy. Na de mi lenne az a kis projekt, amit a mai részben megcsinálok? Hát ez, ez egy olyan, ez egy rövidebb projekt lesz aránylag. A Vármegyében fogunk dolgozni, és az első dolgot már is elkezdem, ami pedig nem más lesz, mint magát a várárkoti körbe megcsinálni. Szóval a várárokkal fogunk az egész részben foglalkozni, itt teljes mértékben. Méghozzá azért, mert, mert így azért tegyük hozzá, hogy ez a várárok, ez jelenleg nem néz ki a legjobban. Szóval körbenézzünk, körbenézünk, ilyen földes, ilyen, ilyen össze vannak földek, így, itt semmi, csak egy normális Minecraft default folyó van itt. Emiatt én egy teljesen új kis design fogok erre tolni, ami nem fog olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időt igénybe venni. Viszont serébe nagyon fel fogja dobni ezt az egész helyet. Szóval végül is, mégis azért úgy, úgy attól, hogy már kicsit kevesebb vagy rövidebb rész lesz ez, ettől függetlenül ugyanúgy így lesz. Lesz azért így bőve haladás, a let's map szempontjából, és ide, ide én, ö, hát vizet fogok elhelyezni, szóval szükségem lesz, hát mondjuk két vödör víz, az például abban már pont be tudom majd itt az egészet szépen vizezni. És én úgy szeretném majd, hogy ilyen kisebb kőtüskék majd itt legyenek itt a várárokba, meg körülötte, látsz, hogy ez látszik, hogy, na, no, ez egy veszélyes hely. És ezért is szeretném a földet így kicserélni mindenhol a kőre, mert a kő az ilyen veszélyesebbnek így, így kicsit ilyen veszélyesebbnek tűnik szerint. Vagy hát, nem, nem tudom, legalábbis is szerintem. Hogyha úgy nézzük, vagy valami olyasmi. És erről így bevizezem és így előbb-utóbb egy örök víz lesz az egész. Lehet, nem lesz annyira mély, de igazából egy picit még mélyíthetek majd rajta. Igen, egy kicsit keskenyebb is lesz, mert ugye itt alapból nincs folyó, és itt ezt nekem kellett itt folytatni. De amúgy ez a folyó, ez amúgy, ez, ez, nagyon jó helyen van. Mert nagyon király várárkot tudok itt csinálni, szóval ebből a szempontból ez egy szerencse. Hát amúgy ebből a, ebből a dologból is jött nekem, hogy ide egy várat építsek, hogy itt van egy folyó. És akkor, hogy így egy ilyen várárok. Ez alapvetően ez így jött nekem. És itt nem tudom, hogy miért van szétverve random a homok. Szerintem itt még annó még ilyen ősrégen minden szettem homokot, mert azt hittem, hogy szerintem akkor ez itt még messze volt nekem. Azt is szedtem innen... Most pedig már ez a bázisom része azóta, szóval olyat terjeszkedtem így a Minecrafton belül, hogy ezt nem tudom elmondani. Hogy próbálom egy kipótolni közben, de amúgy szerintem itt is az lesz, hogy így. Ú, Thunderstorm, van akkor toki szuper gyorsan repülni, így hűha. Na mindegy, szóval az lesz, hogy itt ez is itt szerintem egy kicsit ki lesz rakva így, így, így oldalról. Szerintem, így kővel, és akkor így, itt is így még, még egy picit még itt is lesznek ilyen kő kiállások. Ezt tervezem, hogy legyen egy ilyen kis szegélye a folyónak ebből az oldalról, vagy ebből a szemszögből is. Na de, folytassuk szépen, szóval most már ténylegesen majdnem be is van az egész ö, folyónk így vizezve. Nem egy nagy cucc ezt megcsinálni, szóval ezt itt még azért meg is mutatom nektek, így ennyi nagyjából. És akkor most jön az... Az első lépés, azért megnézem először felülről, hogy tetszik-e. És amúgy jól néz ki, szóval nem nagyon tűnik fel nekem, hogy ezt így én ástam ide be. Talán egy picit látszik, hogy ott mélyebb itt talán. De amúgy teljesen okésen okay néz ki. Kicsit ott keskenyebb, de ettől függetlenül király. Szóval ezt így, ezt így meg fogom tartani, úgy ahogy van. És annyi a lényeg, hogy ezt a creeper ezt is megölöm, hogy nehogy páncsa itt nekem a cuccaimat. De annyi a lényeg, hogy ezeket a vizes földröket, át inkább. Hogy, a következő lépés az egy kicsit ilyen nagyobb feladat lesz számomra. Mivel ezeket a földeket így mint, hát jó, az is kérdés, hogy meddig csináljam meg magát a várárkot. Mivel itt még nem tudom pontosan mi lesz építve, ami azt szerintem idáig építem meg eddig a pontig. Ö, de azért megölöm ezt a zombit, kell a láncpáncél. Mert az annyira egy limitált a bájtem. Hát, egy lánc nadrágot kaptam. Jó, szóval akkor eddig a csőig építem meg magát a várárkot legyen ez a célja ennek a résznek. Ebből a szemszögből pedig tulajdonképpen egy idáig. Val hát igen, tulajdonképpen azért idáig, mert hogy itt a fal az így erre fog már elkanyarodni, szóval itt már nem lesz a vár árok, az így nem, ne nem, lesz a vár mentén az ott már. Szóval emiatt azt már kicsit máshogy kell csináljam. Pont most fejeztem amúgy be a livestreamet. Egy, 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 nem, nem is tudom mennyi ideje, egy maximum egy órája. Emiatt, hát mivel bányászunk általában a livestreamekben a Let's Play 187. részében, Emiatt van aztán kövem rendesen. Ezzel talán nem lesz problémám, hogy ezt ki kelljen cserélni, mert tényleg tele vagyok kővel. És igen, amúgy a livestream ti vasárnap láttátok, de ez, ez a rész ez <coughs> kedden van. Hát azért, mert a rész az később kerül ki, és még így is csak necces, hogy ki tudom elrakni időben ezt a részt. Szóval így tudjátok, hogy ez vasárnap készül ez a rész, tehát meg így is azért neccesen tudom csak kitenni. Igen, azért vannak így a videózáson belül nekem ilyen nehézségeim, de idáig azért úgy tegyük a szívünkre a kezünket, azért így jól tartom. Jól tartom az, hogy a részek így aránylag így rendezettel legyenek. Ö, jó, azért most a szombati rész az 5 órával később került ki. Reggel 9 helyett délután kettőkor került ki, de kikerült. Kikerült még aznap, szóval nem mondom, hogy én most így rosszul teljesítek ezzel kapcsolatban. -e egy erre a videóra egy lájkot, hogyha ti ezt, uh, ti ennek örültök, hogy ez így nekem most ilyen pontosan megy. Itt vagyok egy kicsit később, és hát így már az alját már így beköveztem teljes vértékben. És már is így egy ilyen sokkal, már is sokkal jobb érzésem van ezzel az egész helyel kapcsolatban. Pedig csak az alja van így bekövezve, és már is így azt érzem, hogy na, ez egy, ez egy sokkal királyabbul kinéző terület, pedig még, még tényleg szinte semmi ö, jelentősöt nem csináltam. Azért szegélyeztem először így körbe, hogy meglegyen így egy ilyen keret, hogy majd így min belül kell kicserélnem az összes földet, illetve az összes... Ö, ilyen dioritot, andezitet. Mondjuk andezitet azt... Hát mondjuk az andezit ilyen, hogyha sok andezit van egy helyen, azt is kicserélem ö, kőre, andezitet én a szétszorva szeretném, de szerintem nincs andezit nagyon. Itt nagy rész csak föld van. Ami nem, tudom miért nem tud így a Minecraft alapvetően így, így kicsit is szebbe, szebben generált ö, hegyeket meg ilyeneket csinálni. Mert én meg azért ez így nem egy túl szép dolog, hogyha nem nem ásom ki innen ezt a rengeteg földet. Annélkül olyan nagyon üres lenne, vagy nem is tudom mi, hogy mondjam. Emiatt szerintem ez a minimum, hogy ezt megcsináljam, hogyha szeretnék egy jól kinéző bájomot, persze. És Jaj, ezek a, a ghost blokkokat is például kiavíthatnák. Amúgy nemrég volt uh, a Minecon, amin bejelentették, hogy ugyebár mi lesz az 1.15-ben, az 1.15-ben már tudtuk, hogy méhek lesznek, de még mellettek bejelentettek egy-két újítást 1.15-be, illetve, hogy az 1.16-ban mi várható, szóval én... Én most úgy vele, hogyha ezek a verziók kijönnek, hát itt, itt a Let's Play mapon még több dolgom lesz. Még több ötletem lesz, amit meg fogok tudni csinálni. Hát ez így ilyen végtelenség. Ezt mondom, hogy... Főleg, hogyha így még újítások is jönnek így a Minecraft-ba belül, Minecrafton belül, akkor én itt, itt nem gondolom, hogy ez valaha ennek a Let's Play sorozatnak egy, egyáltalán vége tudna lenni. De gondoljatok bele, ha meg is valósítanám minden ötletemet, mert most, most jelenleg ebben a verzióban van szerintem annyi ötletem, hogy minimum egy ilyen, egy szerintem 300 részig most így el tudnám vinni. Viszont, hogyha jönnek is be folyton újítások, akkor szó szerint a végtelenség, mivel raknak be új blokkokat, új építési technikák, új dolgokat tudok építeni, és egyszerűen sose lesz vége egy ennek a sorozatnak, azt érzem, mert kérdezitek néha, hogy mikor akarok én már új évadot, meg ilyeneket. <kül> hát, az, erre válaszom az, hogy soha, mivel ez igazából a különlegesség ennek a mapnak, hogy soha nem kezdem újra. Mert hogy én tudok annyira kreatív lenni, hogy majd úgy gondolom, hogy tudok annyira kreatív lenni, hogy folyamatosan tudjak ezzel a mappal játszani, anélkül, hogy újra kezdeném. És látjátok, akkor ilyen szép ilyen dolgokat kapunk, mint ez a könyvtár is hatalmas. Mondjuk ezt a könyvtárt, az egy rész alatt csináltam meg. Egy olyan rész, amit 12 óra volt megcsinálni, szóval ilyen részek már lehet ritkábban lesznek, lehet ö, gyakrabban lesznek talán esetleg mostanában olyan részek, amelyek ilyen rövidebbek, mint például ez. És hát ez, ez azért van, mert hogy így, így, így jut erre időm, viszont nem... Én inkább én ezt találtam ki megoldásnak, hogy akkor így feltöltök egy rövidebb részt, és szerintem írjatok le ugyan a komment szekcióba, hogy erről mit gondoltok, de szerintem ez így jobb, mint hogyha nem kerül neki semmi és öm, később inkább akkor egy hosszabb videó. Mert, mert így folyton kaptok kontentet, így, így nem marad ki egy sem, szóval nem lesz az, hogy nagyon várnátok, aztán á, nincs semmi, hanem kaptok valamit, de nem olyan nagyon hosszút. Hát függetlenül a kontentet nem, prób nem, nem akarom rosszabbra, mert, mert, nagyon nem hiszem, hogy rosszabb lenne, csak rövidebb egyszerűen. És hát ez az a helyzet. Viszont ott látjátok, hogy itt van egy csomó barlang. Nos, ezeket én én így most így eltömöm, viszont lesz egy-egy olyan barlangot a a tetejénél, amit majd így tervezek, hát így tervezek majd velük valamit csinálok, vagy lehet, hogy majd egyszerűen mások bele mesterségesen én egy barlangot, mert szeretnék majd egy ilyen egy ilyen kicsit ilyen titkosabb, ilyen veszélyesebb bejáratot itt a várba egy barlangon keresztül. Mert szerintem az király lenne, ilyen rácsokkal lezárva mondjuk. Valami ilyesmit csinál, simán csinálhatnánk még ebben a részben. Na jó, akkor, akkor befejezem tényleg ezt a, ezt a külkicserélés, mivel most ez a jelenlegi fő projekt itt nekem. De itt ezt a barlangot azért befedem, szóval nem hagyok ilyeneket. Legyen egy szép hegyünk, egy olyan hegyünk legyen, mint... mint például itt ez. Szóval ez, ez, ez lesz majd a cél, hogy ilyen legyen. Habár ezt már lehet mutattam. Mindegy. És már majdnem készen, vagyok csak itt most egy kicsit, ö, hát problémával ütköztem, hogy azért nem akkor a probléma, mint amikor elnak itt egy beállítom. De a lényeg az, hogy ugyebár itt lesz majd egy fal, de így ebbe az irányba, miért ez már nem lesz így egy ilyen nagyon nagyon ö, fontos ilyen, ilyen, várvédelmi szakadékszerű dolog, mivel hát csak felsétálnak ide és itt lesz csak a fal, szóval nem így a pontosan a hegy szélén mentén. Emiatt itt ezt lehet nem is kéne az egészet így bekövezni, és lehet, hogy az ugye annyira nem is nézne ki jó, hogyha azt is ott így megcsinálnám. Én mert most kicsit tanástalan vagyok, de szerintem egyszerűen az lesz, hogy itt az itt így végig így köves, hát ők az annyira. Akkor lehet az lesz, hogy így ugye bár itt így kövessük, hogy átlóba felmegy mondjuk pontosan a várnak addig a részéig. Vagy a bástyának addig a részéig így. És akkor ezt a részt fogom így kövessíteni. De hogy nézzetek meg, hogy azért már úgy aránylag már jól állunk. Na így. Hát így azért már, már is ilyen városabb, viszont én meg beleolvad a hegybe maga a várunk, mert, mert még nincs belekeverve semmi on, de ez itt meg ilyenek, szóval még egyre egy elég ilyen érdekesen néz ki. De ez majd mind orvosolva lesz, és, és a fejemben nagyon jól néz ki, de persze ez, ami a fejemben jól néz ki, ez nem mindig néz ki jól a valóságban is. Mint a Minecraftban persze nem a, a, Minecraft, nem a valóság, úgy értem. Szóval így szerintem elkezdem, akkor így most a szélét rajzolom ki egyelőre, ez most nem maga a... Nem, nem, ez nem maga a hegy lesz, de a ghost azok, azok úgy elég gyakran előjönnek, sajna bajna. És akkor így mondjuk így elkezdődik így, kicsit így ebbe az irányba mozogni ebbe az irányba. Ö, így erre, és így. És szerintem itt ez pedig már, aha, ez pedig itt már alapból köves, szóval akkor így ennek a mentén így elkezdem szerintem. Ö, így végig talán végrakni. Jó, így jó lesz, így jó lesz. És kijelenthetem emberek, hogy az összes részt, amit kijelöltem, átállítottam kőre. Ez nem volt annyira nagyon sok idő, egy olyan egy óra volt maximum, szóval ezt mondom, hogy ebben a részben azért olyan nagyobb projekteket nem fog bevállalni. Mert hát egyszerre most így, most így adja ki, de hát nem baj, lesznek az olyan részek, amik hogy nagyobb projektek lesznek és hosszabbak lesznek, meg minden. Mint, mint ahogy például a könyvtárnál is látottátok. Na de, ezzel még úgy nem végeztem teljes mértékben a kövezéssel. Mivel, én ezt, ezt egy, nem csak odáig szeretném, hogy ilyen veszélyes legyen, majd, hanem itt a parton is. Szóval, ó, oh, itt pont bedobott egy ghost blokkot. Szóval az a lényeg, hogy. Jaj, komolyan. Most mindent így be fogok, így. Uh... Így, 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 path blokkozni, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt mondanom. Tudunk éppen igen, ez, ez kellemetlen lesz. Na, hogy az hogy itt a partot is beszeretném majd kövezni egy ilyen, egy ilyen kisebb szakaszon, szóval nem egy olyan vastag területen, hanem így mondjuk így, így idáig. Mondjuk így az alsó szakaszt azt így ö, bekövezem itt ezen a részen, pont az így körülbelül úgy jön ki, hogy így, így lehessen ez így jól kinéző, meg minden. És ezt azért csinálom, mert ö, nem csak így mondjuk, úgy tervezem, hogy a vízből is majd kiállnak ilyen tüskék, de hogy így innen már a széléről így kiállnak ilyen tüskék. Méghozzá nem is akármilyen tüskék. Mert hát alapvetően ott, ott is használtam egy csomó endrodat, akkor szerintem illene így a tüskék végére is endrodakat tenni. Szerintem az úgy jól néz neki, szóval itt is fogok ilyesmit alkalmazni. Amúgy magát az alját a folyónak nem lenne szerintem rossz ötlet kikövezni azt is, csak hát... Uh, hát nem tudom, az sok idő lenne lehet. Na mindegy, majd meglátjuk, mit akarok. És... Uh, ahogy nézem, hát nincs talán úgy, úgy, elég kő, most már egy elfogyott, de rég az, hogy ez eszi a termés, akkor így végig, így erre, így, 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 így és egészen egy idáig, ameddig így egyáltalán így beköveztem ezt a témát. Habár amúgy itt is tovább csinálhatnám majd, de itt még egyelőre nem tudom mi lesz, szóval egyelőre itt ez a rész, ez még nem nyúlok hozzá. De szerintem itt is majd futni fogott a mentén egy fal, vagy valami olyasmi. De azt majd inkább majd utólag csinálom meg, most egyelőre én én itt ezt a részt szeretném ilyen várárkosra megcsinálni. Na jó van, akkor leteszem minden nevet, felszedek egy rakás amúgy igen, sok földet kiszettem már így ezzel a cserével, ami nem ilyen rosszul, mert, mert nem régen használtam majdnem mindet. És füves föld, az pedig úgy. Nekem már több, egy dupla ládányi van, de ezeket nem akarom kidobálni, mert a úristen, nagyon sok füves földem van, mert ezek így kellenek nekem. Szóval ezt ide eltárom az egyik ilyen nagyobb tárló egységes ládába. És aj, de nagyon kéne ez az új szortírozó rendszer már, de egyszerűen, egyszerűen túl lusta vagyok elkezdeni. Szerintem kijelentettem, hogy én ehhez lusta vagyok, hogy én ezt elkezdjem, mert ez egy túl nagy projekt lenne számomra, vagy nem is tudom. Na mindegy, előbb-utóbb egy, egy, egyszer majd biztos megcsinálom, csak nem a közeljövőben. És hát, mint ahogy láthatjátok, erre gondoltam. Szóval egy ilyen kis kőcsíkot, egy ilyen kis kőszegélyt csinálunk így a folyó mentén. És innen is majd ilyen költős kék fognak kiállni, legalábbis ez a tervem és szerintem ez, mert remélem, hát a fejembe persze jól néz ki, ott nyilván azért nem minden lesz tényleg és a jó, amit én elképzelek, viszont úgy gondoltam, hogy így mondjuk így random kiáll egy, és akkor így, mondjuk ide, így a, így, így, ide, így így, 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 így a mentén, vagy valahogy úgy mehetnének még költős vagy így, meg ide is mehetnének költős meg ide is, és akkor ilyen cobblestone falakkal berakom. És azokból pedig jöhetnének mondjuk így kifele. Ilyen endrodak, az például az jól néz neki. És ide erre az oldalára ez az, amit én nem nagyon csináltam, meg így lehetne egy random elszórva néhány ö, blokk, és akkor így azt jelzi, mint hogy így nem, nem tudom, hogy azért csak így ide képződött volna ez a kőcuc, nem csak így. De szóval nem ilyen pontosan lesz, hanem hogy azért így lesz szorva, szóval, hogy látsz, hogy átmenet így a biomok között, vagy nem tudom, hogy tudnám ezt megfogalmazni rendesen. És így hát így mehetnének ilyen több ilyen kő kiállásszerűség, így akár így egy vonulatban, így több vonulat mehetne egymás mellett, vagy valami ilyesmi. És erre is. Így, és akkor hozok Cabestone falat, és megnézzük, hogy ez a design, amit itt kitaláltam a fejembe, ez tényleg jól néz ki. Ha bár nem tudom, hogy ha jól néz-e eh, ki, az úgy van helyesen. Nem tudom, hogy van-e Cabestone falam, az van. Van raktárom. Egy keveset most elhozok. Illetve egy kevés endrodat is, hogy azért így egy kis tesztelési mennyiség legyen nálam. És öm, igen, amúgy lehet, lehet először, ahogy hívják, hogy kéne majd kezdeni, a andezit meg a kábelisztón bekeverésével, viszont így, így most így csak teszt berakok ilyeneket, hogy ö, megnézzük, hogy leteszteljük, hogy azért hogy jó jó ez a terv, vagy jó, jó fog ez így kinézni, de egyelőre, hát nem tudom. Ott annyira nem látszik, szóval ezt hogy hiába csináltam egyelőre, ez itt így nem lesz jó. Így esetleg, valahogy, és akkor erre a kettőre mehetnének például, és ez lesz itt a legjobb része, ahol meg fogjuk tudni majd nézni, hogy jól fog-e kinézni, mivel itt azért egy kicsit így hosszabb vonulatban mennek ezek a dolgok, és így ide, ide is mehetne egy, és így, ni, és ezeknek a, tehát a legmagasabbaknak a tetejére teszek egy-egy enrodat, hogy azért látszódjon, hogy, látszó, hogy, hogy ezek így mit tudom én milyen, milyen tüskék, és ahogy nézem, aha, kicsit érdekesen néznek ki, de végül is így jók lesznek, szóval ilyen félelmetesé fogják tenni ezt az egészet, és hogyha ezt végigcsinálom, hogy az egész szakaszom, akkor az úgy, az úgy majd jó lesz. De mielőtt én még így tüskéznék, szerintem, hát leteszem mondjuk így a köveim, sőt, tulajdonképpen most majdnem minden kövemet leteszem, mert most nem ezzel fogok foglalkozni, hanem most fogjuk a keverést megcsinálni, ez azért egy fontos része lesz itt a dolognak. Leteszek mindent ide. Honnan került hozzám, hogy ilyen clay block? Amilyen nem te hanem clay magába, ezt nem tudom. Na mindegy, szóval szükségem lesz cobblestone-ra. Egy három stacket magamhoz veszek, nem tudom ugye mennyi fog kelleni. Itt a on amiből csak egy stack-em van. Hát majd lehet el kell mennem szedni ismételten, ami át nem akarok on szedni még többet. Na, így is már végtelenet szedtem kifele. Miért van itt ennyi aranyblokk? Igazából mindegy, abból végtelen van nekem. Nincs esetleg még valahol a Valahova Valahova behányva? Pedig most volt tegnap egy bányászós live. Hát nehogy már. Én mondjuk igen, úgy kezdtem a részt, hogy ma csak, hogy ugyebár több napig szoktam egy részt felvenni. És akkor így nektek egy kicsit itt talán összezavarodtatok a dolgok, de nincs. nincs. itt blokkjaim vannak. polisd andezitem akarom mondani. Viszont ilyen feldolgozatlan andezitem nincs. És az kéne ide pedig, mert az néznek jól így a kővel. És de itt van még egy stack, hú, hála az égnek. És itt van még két, hát majdnem még két stack, ez az. Hú, már megijedtem, hogy el kell mennem szedni, de szerencsére van nálam minden. Szóval most egy hosszú folyamat keretein belül be fogok keverni random andezitet, illetve random cobblestone-t így a ran ezekre a helyekre. De szerintem, hogyha már itt szén az egyetlen blokk, akkor lehet, hogy itt kihúzom kicsit, hogy mit tudom én itt ezek is így be legyenek keverve. Jaj, mert mit tudom én, én azt hittem, én azt ideig amúgy nem akartam kihúzni magát a kövezést, viszont ahogy nézem, hát itt, itt csak ezek a szénblokkok akadályoznak meg abban, hogy itt tényleg minden be legyen kövezve, szóval betömöm így őket, és akkor így jók vagyunk, akkor így, akkor így idáig fog tartani, ja, idáig lesz, akkor ez itt így majdnem végig megcsinálva, jó, és akkor itt csak így bejövök, Kiások egy blokkot, andezitter teszem, másikat is, és ezt fogom csinálni elég sok ideig. És hát igyekszem ezt a, hát minél többet elhasználni. Szerintem itt az aljánál kezdem, és akkor így haladok majd valahogy felfele. És ezzel szerintem így sokkal szebbé fogjuk tenni ezt a hegyet, legalábbis eddig itt tapasztaltam, hogy ez a keverés, ez sokkal jobbá teszi a környezetet. És ezt figyeljétek! Végeztem is mindennel. És nagyon jól néz ki. Szóval most messziről megnézzük ezt az egész hatalmas hegyet. Akkor azt látjuk, hogy ez így jó, azért messziről annyira nem látszik, de hogyha már picit is közelebb jövünk, akkor látjuk ezeket a kis részleteket, és már is királyabb lesz ez az egész. Szóval ez a hegy, ez már is egy kicsit különlegesebb, viszont itt még nem végeztünk persze. Ma is azért, hogy eléggé ilyen megmászhatatlannak tűnik nekem. Mert az előbb az ilyen nem volt, nem, nem tudom, a földel nem tetszett. Viszont így, így valahogy így, 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 tetszik jobban. Nem tudom, hogy hogy vagytok nem. Ez egyedül vagyok, hogy, hogy ez a föld, ez nekem nem tetszik, hogyha ott van a hegyekem? Írjátok le a komment szekcióba, hogy ez nektek jobban tetszik, mint a földes, mert szerintem, szerintem ez, ö... szerintem sokkal jobb, szóval, hogy miért földekkel jobban, hogy ez így kinéz. Na de, a következő lépésünk, hát, az az lesz, hogy itt, itt ugyebár még nem alkalmaztam semmilyen keverést. Amúgy igen, azt nem mondtam, hogy a keveréshez hát jóval több kellett, mint az a három stack, mint amit én az eredetileg kiszedtem, hogy majd annyi szükség, hogy annyi szükség, lesz majd itt szükség. Hát, ez egy kicsit azért így van, hát, amelyhez a dolgokhoz hozzá, mivel... Hát, szednem kellett még Dioritot, nem, én nem is Dioritot, azt, azt nem kellett szednem. Ondezitet, bocsánat. Azt még azért, hogy szednem kellett, mivel... Hát, az a helyzet, hogy... Hogy bőven nem volt elég, sokkal több kellett. Cobblestone, az... Szerencsére ez végtelen van, mert van egy cobblestone farmom. Egy tnt és nagyon király, ott van benne abba a várba. És ennyi, ennyi tulajdonképpen az, ami így még történt videón kívül. Szóval most jön az a rész, hogy én ezt így elkezdem, ez az egészet betűskézni, illetve rárakom, vagy úgy értem, hogy betűskézni, hogy lerakom ezeket, utána pedig rárakom ezeket a cobblestone falakat, az endrodakat, és be is keverek, be is keverek random andezitet, meg ilyeneket, ez lesz a terv, tulajdonképpen ide. És akkor utána szerintem már szinte készen is vagyunk a várároknak ezzel a szakaszával, persze, mert a várárok nagyobb lesz, ha minden igaz. Mert erre itt még szerintem majd tudom majd folytatni. Hát, hogyha nem is a folyóval együtt, akkor legalább a hegyet meg tudom majd csinálni, meg innen a hátulról is esetleg. Innen. Igen, itt kicsit össze-vissza vannak a hegyek, szóval nem tudom, hogy lesz. De ez majd akkor majd. Majd, majd akkor foglalkozok vele, amikor majd meg lesz a maga a vár is, mondjuk úgy teljes mértében, mert azért ugye egyelőre még nem állunk, hogy úgy, még csak így ezt az oldalt szeretem, És látjátok, mennyivel sokkal jobban néz ki ez az egész várfal, így, hogyha nincs, nincsenek benne random földek, meg ilyenek, szóval hogy csak így hasonlítsuk össze, ugye ezzel ott így és így ezzel a simával át, már is sokkal királyabbul néz ki. Jó, mondjuk kicsit összefolyik, szóval kicsit ilyen semmilyen messzebről, de nekem sokkal jobban tetszik, csak így messzebbről megnézzük, így is azért azért látszik, hogy na, ez egy egészen hegynek néz ki. Szóval nekem ez így jóval jobban tetszik. És hogyha itt majd végig tüskék lesznek, akkor így még félelmetesebb lesz. Mert alapból ez a vármegye, mint a nem lenne elég félelmetes, de amúgy az. De hogyha ilyen tüskéket rakunk ide, akkor ez végképp egy olyan hely, amit így nem akar az ember megtámadni. Na, erről beszélünk, emberek, ez figyeljétek, rengeteg tüske most már kiáll innen, hát így most már azért így, így, még veszélyesebbnek tűnik ez az egész várárok. Hát gondolkodtam, hogy esetleg több tüskét berakni, de még azért azt hogy meglátom majd, hogy szeretnék-e többet. Végülis nem mondom, hogy rosszul néznek is, sőt valószínűleg jól néznek hogy hogyha több tüskét beleraknék, de hát nem tudom. Egyelőre én most ennyit hagyok benne, viszont amúgy nagyon jól néz ki, ilyen, hát ilyen félelmetes feelinget nyújt. Vélel véleményem szerint legalábbis ezt az előbb kifejtettem, hogy miért maga ez egész vármegy eléggé egy ilyen félelmetes érzés nyújt számomra. Viszont eszembe jutott valami. Egy, 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 szerintem egy jó ötlet. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet és nagyon jó kis... Öm, Hát egy kis extra lenne ez az egész helyhez. Na, jól ki tudnám vele egészíteni véleményem szerint. Egy ilyen kis öm, ősember barlangszerűséget szeretnék csinálni. Annyi a lényeg, hogy egy barlangot, oda, hát egy ilyen barlangot be, be, beváljok így a falba, ott a vármegyének a hegyének a falába. És berakok mondjuk egy tábortüzet meg két ágyat úgy, hogy így félsz be, hogy úgy ki, mintha csak egy ilyen hálózsák lenne egy letéve a földre. És szerintem ez nagyon jól nézhet ki, hogyha jól csinálom meg. két shulker lesz szükségem. Erre, illetve erre. Ebben, ebben nincsenek hordók valamiért, viszont itt van egy... Tábortűz, egyetlen tábortűzre lesz szükségem, ha minden igaz. És, hát hordókat szeretnék még majd így dekorációképpen valahonnan hozni. De úgy néz ki, hogy itt nincs. Viszont itt tuti van, mert rengeteget craftoltam. Igen, itt van pár. Jó, szóval ezt most így fogom megcsinálni, mert szerintem ez egy király ötlet lenne és szerintem egyszerűen fogom magam és hát tervezek így, így, így nagyobb dolgokat, nagyobb barlangokat majd így ide még befele, de itt lesz szerintem az első barlangunk, nem, nem lesz az olyan óriási, de egy, egy ilyen kis, csak egy ilyen kis mit tudom én, egy ilyen kis bejöv, bejövés itt, itt így, így nekem, így né körülbelül így. Hát most lejárt a Beacon effekt, szóval jelentse az ezt, hogy ekkora lesz a barlangunk. És akkor első lépésként kirakjuk a teljes falat kővel. Ugye bár szerintem ez, ez, ez kell ahhoz, hogy így egy ilyen király barlangot kapjunk. De amúgy nagyon nem tudom, nekem az ötlet ez nagyon tetszik. Remélem jól is sikerül majd kiviteleznem, mivel mivel ha ezt jól sikerül kiviteleznem, ez egy nagyon király dolog lesz. És ide leteszek egy tábortüzet, ami majd így Nyújtja így a ősembereinknek vagy nem is tudom, milyeninknek a meleget, vagy esetleg lehetne az, hogy itt még kicsit lejjebb megyek egyel. És akkor így a tábortűz kicsit mélyebben van, és kicsit így be fogunk mélyedni talán így a padlóba, vagy nem is tudom. Vagy az is lehet, hogy így a tábortűz kicsit kiebb lesz. Így mondjuk így valahogy itt. Vagy ne? Mm, nem tudom. És most kellenének kőfélszlebek, amik azt hiszem vannak is nálam, de nem vagyok benne 100 -ig biztos. Igen, itt vannak kőfélszlebeim, és ezekkel gondoltam, hát azért, azért gondoltam, hogy itt most le ástunk, mivel szeretnék majd így kőfélszlebezni, és ezt így, tudom itt majd megoldani. És ez azért fontos, mert látjátok, hogyha ide beteszek egy ágyat, akkor hogy egy hálózsák lenne. És akkor szerintem egy nagyon király dizájnt le tudnék ide tolni ezzel, hogy mit tudom én például ide még egyet, vagy nem tudom, hogy ez így mennyire logikus. És akkor ide például egy tábortűzet le lehetne tenni, csak annyi a probléma, hogy a tábortűz az ugyebár így pedig így benne lenne a földbe. Szóval ezt úgy kéne megoldani, hogy az ágyaink azok így ö, egy színben legyenek, így a félszlebekkel. Illetve a tábortűzünk az egy blokkal magasabban lenne. Szóval ez, ez, így például nem egy jó felállás alapvetően. Emiatt úgy kéne valahogy, le, lehet, lehet ki kéne bővítsen a barlangot hátrább az lehet egy megoldás lenne. Hát tudjátok mit, akkor azt csinálom. Most kibővítem hátrába a barlangot. Szerintem nem baj, hogyha beljebb ások, mivel szerintem csak jobban fog kinézni maximum. Szóval nem veszítetek vele semmit, ha minden igaz. Vagy azt lehetne még, hogy oké, okay, ez, ez itt lehet egy bemélyedési így jelöl. Viszont... Euh, jaj, ghost blokkok közben azért megjelentek, de az lényeg az, hogy ide akkor lerakom a tábortüzet. És... Itt, itt talán még kicsit így kiebásom. Jaj, itt van valami ghost blokk nem bele akadgatok. Talán így már nem lesz itt semmiféle goszblok. Így már igen, azt azt ki jól láttam, kiütöttem. Szóval akkor legyen az inkább, hogy, vagy, vagy várjunk csak, igen, most jutott eszembe a megfelelő ötlet. Így, így ott jól kezdtük az elején, hogy itt így mélyül erre felé a padló mondjuk, így körülbelül így. És akkor így ilyen mélyen lesz a tábor tűz nagyjából alapvetően. Viszont, így akkor itt lesz egy szegély. Szóval, hogy így, és akkor itt lesz majd valahogy így a hálózsák mondjuk, ami igazából nem is hálózsák, hanem egy át, csak így letéve. És itt van ismételten egy gozblok, amit mint itt meg az életünket, és látjátok? Így úgy néz ki, mint egy hálóság, és így szerintem, szerintem ez lesz most így a végleges dizájn, amivel menni fogok. Habár úgy kéne megoldani itt ezt az oldalt is, hogy hogy azért így a, ez hálózsák maradjon ténylegesen továbbra is. Talán így ebbe az irányban még egyet be tudok tenni, így, és akkor így pedig ezt így körbe, hogy azért látszódjon, hogy itt nem mindenhol ilyen alacsony a, a, a magassága a talajnak, és hát csak hogy azért látszódja, hogy hogy itt azért sok helyen van ilyen félszlep, így azért így a plafonról is így lelógatunk néhány helyen. És azért látszódjon, hogy ez nem csak így az hálózsákok miatt van ide téve, hogy látszódjon, hogy ez így, ez így természetesen, mint a így lett volna generálva, és nem így a hálózsákok miatt erőszakoltuk volna azokat a, a, a félszlebeket oda. Ez, ez, így legalábbis a terv. És így kicsit az úgy be, hogy így ne legyenek annyira szépek a falak, de azért úgy, úgy ne legyenek ilyen nagyon-nagyon szétvertek. És hát, valahogy, valahogy nagyjából így, így ez talán jó lesz, és akkor így lehetne így egy ilyen, vagy így például, vagy nem is, inkább valahogy így. Nem, nem tudom amúgy annyira kommentálni, hogy mit csinálok, mert csak így random helyezek el most blokkokat jelenleg. És akkor ide például lehetne még egyet ilyet, aha, és akkor ez így egy ilyen király, ilyen, ilyen talán, ö, talán picit így a falat így, ilyen szebbé teszem. És így pedig így körbe a plafon. Ez a kőfélszleba, amúgy nagyon jó. Nagyon jó tud jönni, hogy ilyen szebb barlangokat csináljunk. És akkor ide, ebbe a barlangba is én úgy gondoltam, hogy rakhatnánk esetleg. Ö, hát ilyen hordókat, meg ilyen mindenféle dekorációs elemet például. Inkább ide, így az elejére, mivel hát hátul van a meleg, és akkor itt elöl. Van a rakomány, igazából nem tudom, ezt, ezt most nem tudom nem miért ide rakom a hordókat inkább. De így itt van egy csomó hordó, és akkor ez lesz így amit mit tudom én micsoda. Ha bár ide hátulra is el lehetne helyezni egyet, kettőt. Így, és ö, e köré, A tábor pedig el lehetne helyezni ö, rönköt. Far rönköt. Igen, tudom, azt írtátok a komment hogy ha alá elhelyezek szalmát, akkor... Ö, akkor nagyobb lesz a füstje a fának. Ami, ami igen, az, az tényleg úgy van. Köszönöm, hogy ezt leírtátok. És így pedig így van körülötterünk, és akkor látszik, hogy, hogy meg lenne rakva egy ilyen mágia. Igazából csak több textúrát akartam a barlangba tenni, azért raktam ide. Jó, most az lesz a következő lépés, hogy megkeverem ilyen cobblestone-nal itt andezittel a barlangot, és akkor attól már még barlangosabb lesz. És ezt nézzétek! Ez lesz az új barlangunk, ez egy ilyen ősember barlang, vagy nem is tudom mi ez. És akkor bejövünk ide, itt lesz egy király tábortűz, itt belekevertem ilyen spruce woodokat, cobblestone andezitet. Leraktam random hordókat, hogy látszó hogy mint hogy ez lenne a cuccuka itt lakóknak. Itt egy ilyen oszlopot, mint hogy, hogyha mit tudom én erre így kiállítanak valamit, vagy mit tudom én. És akkor itt van a két ilyen hálózsák szerűség mint hogy ebben aludnának, így meghúzódnának a éjszaka elől, ugye bármilyen mondjuk logikát, vagy itt a mapon mellett miért van ilyen, de csak szerettem volna egy kis érdekességet ideépíteni, és ó, uh, ezek ghost blokkok, amik így utólag jelentek meg, ez um, érdekes, ez, ez, nem a, ez, nem, volt eredetileg a tervben, hogy ezek ott legyenek, és nagyon királyul néz ki, nekem nagyon tetszik. Még egy újabb helyen volt tudok majd aludni, hogyha valahol máshol szörnyek vannak. Szóval ez így, ez, ez így tök király, csak annyit elfejtettem amúgy, hogy itt ezeknek a tüskéknek az alját így beandezitezzem, meg cobblestone-ozzam. Ezt, ezt valamiért elfelejtettem is. És emiatt én ezt most megcsinálom. Mivel öm, szerintem ettől még jobban fognak kinézni, azért ilyen apró részletekre is így figyelgetek, szóval ö, ezeket is figyelembe veszem. Vagy talán ne lehet, hogy inkább andezittel kéne kezdeni. Inkább egy andezittel kezdem. És jaj. Ez így, 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 így. Így talán így. Szóval az a lényeg, hogy ilyenkor így, így, így nem, nem tudom annyira elmondani a technikát, hogy mi alapján, de valahogy így, így megvan bennem egy ilyen érzés, hogy mi néz ki jól és mi nem, és akkor így azt szerint rakom ezeket a randomizeteket random, szóval így úgy próbálom rakni, hogy ne legyenek szimmetrikusan, szóval átlósan egymás mellett, ne legyenek nagyon, ne legyenek ilyen sor mintában, hogy azért az, az, az essen le az embernek, hogyha meglátja, hogy ez így random. Szóval random került ide teljes mértékben. És ezt most így végig fogom csinálni. Illetve amúgy, és azt is elfelejtettem, húha, kicsit összeretlen vagyok ebbe a videóba, de hát ez vagy, a sietnie kell az embernek a része, hogy így random elhelyezzek ilyen, ilyen, ilyen blokkokat, hogy így nem, ne legyen ilyen, ilyen, ilyen rögtönzött ez a ez a témaváltás, hanem kicsit ilyen, ilyen átmenetes legyen. Azért szeretnék ide random blokkokat még elhelyezni. Szóval ezt fogom én most megcsinálni, de azért ez nem lesz túl bonyolult egy dolog. És most már így néz ki ez a jó király, tüskés várárok. Igen, itt már kicsit ilyen átmenetes, meg tere van keverve blokkokkal, sokkal jobban tetszik nekem, meg amúgy ez egész, ez az egész hegy most már sokkal jobban néz ki, mint előtte. És én erre azért úgy büszke vagyok. Nézzétek meg, mennyivel feldobtuk ezt az egész helyet. Azért, azért, azért örülök, hogy ezt a részt végül is így megcsináltam. Lehet, hogy ez egy rövidebb rész volt, meg kevésbé volt informatív, meg ez a barlang is azért nagyon király lett. Nekem tetszik legalábbis. Ha ti is így gondoljátok, akkor mindenképp nyomjatok erre a videóra egy lájkot, mert így látom a visszajelzést, hogy melyik részben építettem szép dolgokat. Ebben én... Hát én... Én személy szerint úgy gondolom, hogy szép dolgot építettem. Szerintem ez egy szép terület. Nekem ez tetszik. Na mindegy. Én erre a videóra ennyit szántam, ennek az oka az, hogy most kicsit kevesebb időm van arra, hogy ezt elkészítsem, de ettől függetlenül ugyanúgy kikerül a videó, szóval nem, nem, késik semmi, megértetek. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, mindenképp nyomjatok erre a videóra egy lájkot, meg hogyha tetszett, amit építettem, akkor is, hogy lássam, mint visszajelzés. És hogyha nem szeretnétek lemaradni arról, hogy hogyan fogom folytatni ezt a Let's Play mappot, mi lesz itt a Vármegyén túl, mi lesz bármerre, mi lesz, vagy hogyan fogok itt mindenfélét még építeni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!